Hellosztok! Most egy új programot fog bemutatni nektek. Ennek a címe az, hogy Battle Isle Number 2. Tehát ez már a második része annak a játéknak, amit én még annó kb. 2 évvel ezelőtt mutattam be az első részét. Ugye az egy 1991-es játék volt. Na hát ez egy 1994-es játék. És hát a története, ez körülbelül 250. évében járunk az új kornak, és van egy szoba, amiben gyakorlatilag van 12, hát akkor vegyük úgy, hogy agy, ilyen gondolkozók, akik ránk várnak a nagy stratégiásra, hogy megmentsük ezt a Julion népet ettől a Titanet AI-tól gyakorlatilag. És ezzel ki is fújt a történetünk. Hát gondolom, hogy játszunk a játékban majd egyre több fény derül. Én igazándiból ezt a játékot nem vittem végig, csak belenéztem a pályákba. De én annó még régen sokat játszottam vele, de még akkor sem értem a végére. Tehát, hogy mi a játék vége, az számomra egy talány. De utána se akartam nézni, azért annyira nem mélyültem bele itt a dolgokba. Na, és itt látjátok az intrót, hogy megérkezünk, stb. Ezt azért még megmutatom, ugyanakkor a nyersvágás az eléggé hosszú lett, a quick play, ez egy olyan kb. 14-15 perc, azt nem hinném, hogy itt most veletek végig fogom nézetni. Úgyhogy csak így nagyjából belekukucskálunk, hogy milyen is volt ez. Régen egyébként nekem nagyon-nagyon tetszett. Én szeretem az ilyesfajta stratégiai játékokat. Ennek egyébként az a megnevezése, hogy turn-based tactics, tehát egy ilyen körökre osztott stratégiaszerűség. Körökre osztott taktika, taktikázás, vagy hogyan jön neki. És igen, nekem ezek a fajta játékok tetszettek. Főleg a második világháborús ilyesfajta játékok, de azért nem menjünk el túl messzire ettől a játéktól. Na hát itt érkezünk meg, erre a bolygóra. Rumcajc és csapata tártkarokkal vár bennünket. Egyébként a katonák meg a Rumcajc is eléggé jövőbeli stílusban néz ki. Mi viszont úgy nézünk ki, mint valami irodai munkások, pulóverbe meg inkbe, elég érdekesen csinálták meg a karaktert. Na és hát itt van az a 12 agy, amiről ugye beszéltem, akik ugyan nem tárt karokkal, hiszen karjaik nincsenek, de már várva vártak minket. Na hát figyeljétek már, át is öltöztünk. Beöltöztünk, ugye az elején az intronak azért még ilyen pulóverbe meg ingbe voltunk itt. Úgy látom, hogy átöltözött a hősünk katonai díszruhába. Na, de akkor kezdjünk bele a játékba. Chapter 1, The Flight of the Hawk. Na hát itt is ugye az alapoktól kezdesz, tehát csak egy pár harci vívmányt fogsz kapni az első pályán, aztán majd fokozatosan adagolja rád a gép az egyre brutálisabb harceszközöket. És amit nekem nagyon tetszett régen, amikor játszottam vele, ugye az egyel ellentétben itt már 3D-ben mutogatja neked különböző féle harci járműveket. Tehát itt mutatja nekünk az új egységet, ugye? És nekem ez akkoriban baromira tetszett, hogy 3D-be forgatja itt a különböző féle harci csodákat. Na most itt ez a játék, ez nagyon hasonlít az egyre, tehát itt is nem fogok belemerülni mindenbe részletesen. Akit ez érdekel, az nézze meg az első résznek a videóját újra. Detto ugyanaz egyébként, csak hát itt szebben már ez meg van csinálva, és a csatajánátok is már 3D-ben vannak.
Egyébként nagyon sok pofázás van játék alatt, ami engem idegesített régen. Tehát ez ugye elengedhetetlen jó történethez. Mindig kapunk egy ilyen tájékoztatást az adott térképen, hogy mit kell csináljunk, vagy terepen. És hát így folyik egy csata, most megmutatom nektek, amikor két egység egymásra talál. Nagyon látványos 3D volt ez akkoriban. Még emlékeztető 94-ben volt. Egyébként találtam két borítót, a felső az a lemezes verziói, az alsó pedig a CD-romos verziói. Na most amivel játszok, jelenleg az a CD-s verzió, és ami különbözött a CD-s verzió a lemezes verziótól, az az, hogy mikor rákattintottál egy egységre és infót kértél róla, akkor a CD-s verziónál körbe mutatta 3D-be az adott egységet, míg a lemezes verziónál egy állóképet kaptál. Itt is elfoglalhatsz bázisokat, és néha találsz egységeket a bázison, amiket átvehetsz, és javíthatsz egységeket is az ilyen elfoglalt bázisoknál. Ezt is lehet ketten játszani, úgy az igazi szerintem, úgy az élvezetes, bár én azt vettem észre, hogy az alap játékos oldal az egy kicsit gyengébb, mint a komputernek az oldala. Tehát egyik játékosnak ugye a komputer oldalát kell ilyenkor választani, multiplayert, mikor kiválasztod. A másik játékosnak pedig ugye az eredeti játékos által irányított csapatot. És ez egy picit unfair, hogyha azt vesszük, mert mint ugye említettem, a komputernek azért eléggé jó csapatai vannak, már későbbi pályákon főleg. Hát itt kapunk egy összesítést, és kapsz egy pályakódot is. Ami nem egy rossz dolog szerintem. Mutatja a következő egységet, a következő pályához. És itt mutatok nektek egy-két pályát. Elcsíphettek egy-két pályakódot is, amit beírtam. Itt már eléggé komoly egységek vannak. Vannak levegőben használható egységek, és vannak vízi járgányok, és mindenfajta féle egység van. Most nem a játékhoz tartozik, de itt egy picit hideg van. Most éppen szakad az esőként, 8 fok körül van. Fűtök ezerrel, de még így is picit bágyatnak tűnik a hangom, úgyhogy ezt nézzétek el. Az azért van, mert picit fáradtabb vagyok ma. Mikor tél van ugye, akkor vagy a Tomásszal rá fűtöd a házat azért, vagy bágyat, vagy pedig amúgy is a téli hangulat miatt. Na mindegy, vissza a játékra. Na itt láttok egy-két 3D-s arcjárgányt, amit lehet a játékban használni. Szerintem már ezért érdemes volt régen a CD-s verziót választani. És ez a brutális tankok, kérem szépen, két csőrű meg minden. Ilyet a Dűne 2-ben láttunk ugye, Harkonneneknél ilyen fajta tankokat, meg a Command & Conquer-nél volt ugye a GDI erőknek voltak ilyen tankjai. Ezt a játékot is szerintem még ingyen letölthetitek, eléggé régi, 94. Azt vettem észre, hogy egyre több játékot kiadnak Anniversary Editionben, tehát hogyha mondjuk ilyen 25 éves, 20 éves a játék, akkor ez egy jó ok arra, hogy újra kiadják, ugye? Új köntösbe a retro játékot, és újra el tudják adni. Láttuk ilyet ugye a Flashbacknél is. Szóval ezek is valószínűleg majd ki fognak jönni ilyen hasonló féleképpen, gyűjtemény formájában.
Ennek is több része van. Jól tudom, akkor van vagy három. Bár ha tévedek, akkor javítsatok ki. És nagyon sok kiegészítő lemez is volt hozzá. Hát itt vannak a légi egységek. Elég érdekes dizájn ez a helikopter. És itt van egy-két vízi egység. Na, úgyhogy ha tetszik a játék, akkor töltsétek le aztán kellemes szórakozást hozzá. Legközelebb majd egy másik programmal fogunk foglalkozni. Megpróbálok érdekesebb videókat beszúrni egy-egy silány közé, de annyi már a rab is, hogy úgy mondjam, a hulladékjáték. Ugye most már konzolokra is, tehát teljesen elárasztotta a piacot. Ez a mindent kiadunk stílus, szóval rengeteg az indie játék, és vannak jó ötletek is, de hát legtöbbjük ilyen hybrid, vagy hogy mondjam, ilyen hibrid, ilyen félig jó, félig rossz, tehát nem tökéletesen átgondolt anyag. Na mindegy, remélem tetszett a videó, srácok, legközelebb akkor majd más fogunk tesztelni. Sziasztok!